Bálejmete Dóra nem hozott magával labdát a sportként fotózás kedvéért rögtönzött piknikre, azt elárulta, ha birtokában lenne egy olyan, a Space Jam-ből ismert labda, amelyel elszipkázhatna néhány jó tulajdonságot válogatott beli csapattársaitól, akkor kitől mit venne át. Vályi Vandától az úszás tudást azt elszipkáznám, az biztos. Nem is kell az egész igazából, csak hogy egy 2-3 másodpercet, ha már ad, azzal én már nagyon-nagyon boldog lennék, úgyhogy az biztos, hogy mindenképpen. Hát nekem nyilván kezdte irítálnak azért az egész így vízilabda felfogása és a értékelése, vagy ami tényleg így éli az életét, a mindennapjait, és ahogy érti ezt az egész játékot, az mindenképpen. Hát most nem tudom, hogy... Mert biztos nem vagyok tökéletes játékos, tehát hogy azért nyilván tudom én is, hogy mibe kell fejlődnöm. Hát nyilván azért az olyan emberektől mondjuk, mint akár a Gréta, vagy a Dorka, vagy nem is tudom, ki van még ilyen játékos, tehát azért ezt a vagánságot és ezt a meglepetés erejét, azt mert én azt gondolom, hogy én nem vagyok az a játékos, aki most így gondol egyet, és akkor csinál valami csiribú-csiribá, tehát hogy nyilván azért azt is, hogy egy kicsit így spontánabb legyek, az is néha úgy biztos jó lenne. De egyébként meg örülök, hogy egyébként közben meg, hogy úgymond az én adottságaim is megvannak, hogy azért szerintem fontos az, hogy van a csapatban olyan ember, aki megfontolt, és néha így vissza tudja tartani a társaságot, hogy ne vigyen el minket a hév, tehát azért túl sok mindent. Hál' Istennek azt gondolom, hogy nem vennék így magamhoz. Az irányítás pedig nem adná ki a kezéből, ez már óvodás korában is jellemző volt rá. Én arra emlékszem nagyon, amikor így óvodás voltam, és az óvónők így mindig mesélték, hogy nagyon segítőkész voltam, és nagyon szerettem rendet tartani és rászólni a többiekre, úgyhogy én már kicsit ilyen főnökösködő voltam, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy úgyis hívtak engem akkor, hogy Dóri óvónéni, hogy tényleg így szerettem rendet tartani a többiek között, úgyhogy... Úgyhogy nem voltam ez a túlzottan eleven, de azért szerettem így jönni-menni. Tehát azt mondta, hogy gyerekem, hogy pakolják el a játékukat, a játékaikat? Hát igen, meg amikor lefekvés idő volt, ugye délutáni alvás idő, akkor szóltam, hogy aludjanak tényleg, vagy ha sorakozó volt, akkor rájuk szóltam, hogy szép sorba álljanak, úgyhogy igen, így szerettem egy kicsit így parancsolgatni, vagy hát rendet tartani. Világbajnoki ezüstérmes, olimpiai és EB bronzérmes vízilabdázónk azt mondja, más sportágban nem ért volna el ilyen sikereket. Az pedig, hogy végül vízilabdázó lett, édesanyján is múlott. Én nagyon szeretem ezt a sztorit, bár anyukám nem annyira, hogy ő azt mondta, hogy eddig fogja ezt a sportot támogatni, amíg neki nem kell kora reggel felkelnie, hogy engem elvigyen bárhova is. És ez nyilván ez elég hamar megdőlt, mert amikor én jártam reggeli edzésekre, akkor ugye ő vitt ki a buszhoz, úgyhogy ez azért hamar megdőlt, de hát nyilván ez mind kellett ahhoz, hogy eljussak idáig, és hál' Istennek, hogy ők ebben abszolút partnerek voltak. Persze voltak olyan pillanatok az életében, amikor szíve szerint hátat fordított volna az élsportnak, ettől viszont édesapja egy egyszerű mondattal mindig visszatántorította. Néha elgondolkozik az ember, hogy igen, amikor látja főleg nyáron, hogy a barátnői ide mennek, oda mennek, ilyen nyaralás, ilyen nem tudom, buli, fesztivál, bármi, azért ott elbizonytalanodik az ember, de nekem ilyen komolyabb megingásom az sose volt. Tehát nyilván persze, amikor én is serdültem, meg nem tudom, és lázadó korszakomat éltem, akkor én mindig nagyon kitaláltam, hogy majd én ezt abba hagyom, és igazából nekem erre apukám mindig azt mondta, hogy hát nem kötelező csinálni, tehát hogy senki nem kötelez, abba akarom hagyni, akkor hagyjam abba, és igazából ez mindig engem annyira felidegesített, hogy végül ugye nyilván sose, tehát hogy mindig lementem másnap is edzésre, és én ezt a mai napig mondom egyébként, hogyha bárkit azt hallom, hogy bármi miatt elbizonytalanodik, vagy így tényleg egy kicsit is így elgondolkozik azon, hogy érdemes-e csinálni, én mindig azt mondom, hogy senki nem kötelez senkit arra, hogy csinálja, tehát hogy csak azért ne csináljuk, mert valaki azt mondta, tehát hogy akkor tényleg akkor abba kell hagyni, és egyébként örüljünk annak, hogy olyat csinálhatunk, amit szeretünk, úgyhogy ez mondjuk ez nagyon bennem ragadt tényleg, hogy jó, hát akkor hagyd abba, és akkor nem kell menni másnap se edzésre, úgyhogy hát egy-egy ilyen holtpont volt, de tényleg ilyen komolyabb, hogy akkor az mindig csak ilyen kicsit ilyen lázadás miatt volt. És milyen jó, hogy végül mindig alább hagyott a lázadása, hiszen mostanra alapembere lett a magyar női vízilabda válogatottnak, amellyel néhány hete, ahogy fogalmazott, fehér aranyat nyert a budapesti vízes VB-n. Így nagy világversenyen nem tudtunk még elődöntőt nyerni.
mert mindig a negyeddöntőt éltük meg akkora extázisnak, hogy utána szerintem egy kicsit mindig így lelkileg elfogytunk az elődöntőre, és hogy most abszolút fel tudtuk magunkat még jobban szívni, és örülök, hogy ez az első lépcsőfok, amit beszéltünk majd az olimpiára, hogy ott mindenképpen döntőt játszunk, hogy ez az első lépcsőfok már megvan, hogy elődöntőt is tudunk nyerni, és hát tényleg az, hogy a döntő meg 6-7 ezer ember teltház előtt tudtunk játszani, az szerintem hát nem nagyon élte még meg senki, tehát női vízilabdázó pláne nem, és tényleg az, hogy még meccsben is tudtunk maradni. Hát úgy is mentünk oda, hogy nyerni fogunk, valami még ehhez most hiányzott, de azt gondolom, hogy ez azért abszolút jó, hogy az amerikaiak nyakán vagyunk, úgyhogy ebből nyilván lehet majd építkezni, de hát ez igen, hogy hazai közönség előtt tudtunk nyerni, én azt gondolom, hogy azért nekünk ez egy megnyert ezüst, és nem is tudom, valaki ugye egyszer mondta, hogy ez igazából egy fehér arany nekünk, tehát és én ezzel egyetértek egyébként, hogy nem szabad telhetetlenek lennünk, és nagyon jól tudtunk játszani az alatt, a 2 hét alatt, amire tényleg így majd lehet építkezni a jövőben. Elárulta, a VB után néhány csapattársában Londonban kapcsolódott ki. No, de a hétköznapokban vajon mi az, amivel feltölti az energiaraktárait? Kiskutya. Tényleg, ugye most már 2 éve van nálam, és én mindig is nagyon szerettem volna a kiskutyát, és ugye most már nem is tudom, 2 éve, hogy külön költöztem, és akkor hát kaptam, vagy nem tudom, akkor találtuk őt, és tényleg az, hogy így olyan szint feltétel nélküli szeretetet tud adni, hogy tényleg bármikor idegesen vagy szomorúan megyek haza, és meglátom, hogy örül nekem, akkor így tényleg így szinte egyből el tudok felejteni mindent, vagy este, amikor hozzám bújik, hogy tényleg így levakarhatatlan körülbelül, akkor az mindenképpen, meg hát nyilván a családom azért, hogy ha hazamegyek, ott a bátyáméknál egy éve született egy kislány, tehát hogy ő is úgy, főleg most is, amikor hazamentem, hogy most már ugye fölismer, és mosolyog rám, és így tudunk úgymond így kommunikálni, hogy ezek olyan dolgok, én nagyon, hát ugye emberközpontú is vagyok, tehát meg családcentrikus, hogy ezek azok a dolgok, amik így engem bármikor fel tudnak tölteni. Ha még többet szeretne megtudni Leimeter Dóráról, keresse a pénteki Nemzeti Sport Sportkilem mellékletét.